Hát ez már inkább egy modellhajó, mint egy sima Lego készlet. Nézzétek már meg ezeket a részleteket! Az Endurance egy híres antarktiszi felfedező hajó, amely egyszer Ernest Shackleton használt 1914-től egészen 1917-ig tartó birodalmi transantarktiszi expedíciója során. A hajó célja az volt, hogy átvágja az Antarktisz szárazföldjét, de már az expedíció elején 1915-ben beszorult a Weddell-tenger jégtáblái közé, és végül 1915 márciusában összetört. Shackleton és a legénysége csodával határos módon túlélték a jégfogságot, és a mentőcsónakokkal sikerült eljutniuk először az Elefántszigetekig, majd ötüknek a Diga Georgia szigetekre, ahol segítséget kértek. Az Endurance története a kitartás, a vezetői képesség és az emberi túlélés szimbóluma lett. És a mai adásban ennek a hajónak a Lego változatát fogom összeépíteni, ez itt az Építs Fel, vágjunk is bele! A doboz a tipikus 18 pluszos fekete dizájnt kapta meg, 10335-ös a kódszáma, több mint 3000 darab alkatrész található benne, és jelen pillanatban, hát még nem jelent meg, de november 29-től, tehát a fekete péntek napjától 110.000 forintért lehet megvásárolni, de ne felejtsétek el, hogy ehhez egy ajándék is fog társulni, amit csak addig tudtok beszerezni, ameddig a készlet tart, ami általában nem sokat túl sokáig tartani, úgyhogy igyekezzetek beszerezni, ha meg szeretnétek szerezni ezt a kis csónakot, amiben egyébként két extra minifigura is van. És, hogyha megfordítom, hát akkor itt más szemszögekből is láthatjuk a hajót, és még a mérete is itt vannak, 80 cm hosszú lesz, és 47 cm magas. A csomagban összesen 30 darab számozó zacskót kapunk, amelyek papírzacskósok is van. Kettő plastik verzió is, van egy kis levélkénk, amiben hát nagy valószínűséggel így van, a vitorlák lesznek, nézzétek meg, milyen szép vitorlák vannak itt ezzel az új, hát ilyen öregített színnel, és hát egy nagyon vaskos, egy darab összerakási útmutatót kapunk, hát majdnem 500 oldalas, 420 oldalról van szó, hogy pontosak legyünk, és egyébként az elején természetesen kapunk némi kis információt ezzel a expedícióval kapcsolatban, a hajóval kapcsolatban, hogy hogyan élték túl ezt az egész kalandot, és igazából itt van egy interjú a dizájnerünkkel is, aki megtervezte ezt a csodát. Hát nincs is más hátra, összeépítem, és utána megnézzük minden részletét. We'll be right back.
Oké, van egy nagyon jó hírem számotokra, hogy ti sem szeretitek annyira a matricákat, mint én. Ebben a 18 pluszos készletben egyáltalán nincsen matrica. Kérlek, Lego, innentől kezdve az összes felnőtteknek szánt Lego készletbe nyomtatással érkezzenek a dekorációk, sokkal igényesebb a kialakítás, sokkal jobban néz ki a végeredmény is így. Na de még mielőtt beleugranánk a nagy levesbe, először is ugorjunk bele a kisebbbe, hiszen van egy ajándék készletünk is, amihez összesen kettőről a minifigura érkezik. Először is itt van Ernest Shackletonnek a minifigurája, aki fura gyűrűkurás outfitben érkezett. Nézzétek meg a torzóját, ez a torzó a tavalyi Rivendell készletben az egyik Hobbitnak a torzója volt, és nézzétek meg az arcát, az az arc bizony Gimlihez tartozik. Hát nem tudom, lehet, hogy Ernest Shackletonnak van valami kis törp rokonsága, de ez az arc pontosan ugyanaz, mint abban a készletben. Másik figura pedig Frank Hurley minifigura változata, ő volt a fotográfus ezen a kalandon, nevezzük kalandnak ezt a túlélő túrát. Kapott egy fekete kabátot, ami egyébként tavaly mutatkozott be, úgyhogy nem egyedi alkatrész, de az arc ismét egy eléggé meglepő arc, hiszen ezzel az arccal az Indiana Jones készletekben találkoztunk, úgyhogy egyediség nincs a minifigurákban, de így összepakolva azért szerintem tök jól néznek ki, sőt ezekhez még kiegészítők is társulnak. Fotográfusunkhoz természetesen itt a kamera, vagy egy kis házilag összetákolt tűzhelyünk, amin hát tudták a napi betevőt megmelegíteni, fókazsírt, ki tudja mit tettek ott, nem volt gondolom sok választásuk, és egy doboz tele mindenféle eszközzel, ami szükséges a túléléshez, és láthatjátok, hogy össze kellett építeni egy szánt is, a hajónak a roncsaiból építettek egy szánt, hiszen a mentőcsónakokat ki kellett menteni a jégből, vagyis a hajóról, és ennek a szánnak a segítségével húzták el a csónakokat a hajóroncstól, és hát ebben a verzióban is ki tudjuk állítani, vagy tudtok játszani ezzel a kis kiegészítővel, hogy ráteszitek a szánra a csónakot, de hogyha azt a fázist akarjátok bemutatni ezzel a csónakkal, amikor már elérték az Elefánt szigetet, akkor bizony le tudjátok venni erről a szánról, és akkor itt már láthatjátok rajta, hogy az alapcsónak teljesen fölülről be lett fedve, még árbócok is vannak rajta, extra lapátok, sőt van egy rész, amit el tudok róla távolítani, és akkor ezáltal bele tudtok nézni, hogy kettő darab ülésünk van. Ezt a távot az Elefánt szigettől a Dear Georgia szigetekig 5 ember teljesítette, ebbe szerintem 5 ember nem férne bele, úgyhogy gyanítom, hogy ez sem minifigura arányban épül, mint hogy az egész hajó sem, hiszen akkor sokkal nagyobbnak kellene lennie. Nagyon közelít ez a minifigura arányhoz, de szerintem nem abban készült. Írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek az-e, vagy sem. Mert szerintem nem. Majd kiderül. Na de ezek után most már tényleg ugorjunk is bele a hatalmas nagy alkotásunkba, ebbe a vitorlás per gőzhajóba. Hát először is látható, hogy van egy állvány hozzá, egy hát ilyen szokásos állvány, UCS készleteknél már láthatok, de egy ilyen fahatású állványt kapunk hozzá. Nyomtatott kis plakettel, onnan igazából fontosabb információkat tudtok leolvasni, például az eredeti nevét ennek a hajónak, hiszen eredetileg nem is Endurance volt a neve ennek a bizonyos hajónak, és nagyon fontos kiemelni, hogy az építési folyamatot hát igazából három részre lehet osztani. Először is a hajónak az orrát kellett, a középső részét és végül a hátsó részét összeépíteni, de ezt azért fontos így kiemelni, hiszen ebben a folyamatban volt egy extra állványom, amit folyamatosan használni kellett, hiszen itt jön az egyik modell tulajdonság ennek a készletnek, hogy ez már nem is egy Lego készlet, már-már nem is egy Lego készlet, hanem egy modellszetről van szó, hiszen a tőke súlyt is meg kellett építeni ebben a készletben. Na már most, hogyha ide teszem nektek például azt a Doomstrang hajót, amit nem is olyan rég építettem össze, ott láthatjátok, hogy ez kifejezetten játékra készítették, ezért semmilyen tőke súly nincsen benne, így önmagában meg tud állni. Viszont, hogyha itt elveszem ezt az állványt, enélkül az állvány nélkül nem tud megállni, hiszen ott van az a tőke súly végig a hajó alján, ezért szükséges ez az állvány, nem egy opció hozzá, de amit előbb említettem nektek, ne jegyetek meg, ebben a készletben sokkal több megmaradt alkatrész lesz, mint egy átlagos Lego készletben. Az állvány csak ahhoz kellett, miközben építettétek, hogy ne dőljönek el a dolgok, miközben folyik az építés, utána semmire nem használjátok, úgyhogy azért vannak benne extra alkatrészek kimaradva, úgyhogy itt ne jegyetek meg.
Na de most előbb már a hajó óráról beszéltem, akkor nézzük is meg azt egy kicsit közelebbről. Hát egy nagyon szépen kidíszített hajó orról van szó, természetesen a vasmacskát is láthatjátok, amik láncokkal vannak ide kötve, és még egész szép kis faragások láthatóak az orránál is, de nézzetek közelebb le a hajó dekjére. Hogyha oda megyünk, látható, hogy snot technikával kellett így oldalra építeni Lego fal alkatrészeket, annak is nem a tipikus fal oldalát kellett használni, hanem abban csak egy ilyen kis belevágat van, és ezáltal, hogy ez így oldalról van építkezve, és még a Lego alkatrészben van egy kis vonal, ezáltal furra azt a hatást érték el, mint hogyha az egész deszkával lenne bevonva. Bravo Lego, remekül sikerült, de hogyha már itt vagytok, akkor egy kicsit az arányokról is lehet valami kis fogalmatok. Azok bizony lépcsők, amit ott láthattok, és azok a lépcsők, hát abszolút nem minifigura, sőt még nem is mikrofigura arányban épültek, úgyhogy ja, ennek a hajónak sokkal, de sokkal nagyobbnak kellene lennie, hogyha minifigura arányról beszélnénk, de természetesen ugyanúgy rá tudjuk tenni ezeket a figurákat díszítés gyanánt, úgyhogy szerintem ez a két figura tökéletes kiegészítője ennek a készletnek, és egyébként, ha már itt vagyunk az elejénél, nézzétek meg az orvitorlákat, kettő is található belőle, gyönyörűen néznek ki, amit egyébként madzagra kellett fölakasztani, nézzétek meg, itt végig fut ez az egész, ami egy szerkezetbe fut bele, majd mindjárt mutatom is, hogy milyen szerkezetről van szó, de utána elérkezünk a első árbolchoz, vagy a középső árbolchoz. Általában a középső, a fő árbolcon szokott lenni a sok vitorla, a sok nagy vitorla. Ebben az esetben ide előre kapjuk mind a három nagy vitorlát. Most én nem vagyok egy hatalmas nagy hajó szakértő, mindenféleképpen a komment szekcióba írjátok le, hogy most akkor ez a fő vitorla, vagy a középső a fő vitorla, ami általában csak most ide rakták. Tudom, hogy ez egy hajó típus, de kicsit fura nekem, hogy itt az elején van. Irány a komment szekció, mondjátok el, de nézzétek meg a színválasztását. Pontosan ugyanolyan színe van ezeknek a vitorláknak, mint a hajó dekjének, ugyanazt a ten színt alkalmazták. Itt kifejezetten jól sikerült. Most ha haladunk szépen tovább, láthatjátok a hajótest részét, amit fekete alkatrészekkel oldottak meg, egészen gyönyörűen van kidolgozva, és hát annak az alján látható az a bizonyos tőkesúly, amit az előbb is említettem nektek. Még egy kis részlet az arányokra, ha megnézitek a mentőcsónakokat, amik így első ránézésre arra gondoltok, hogy ez a négy mentőcsónak pontosan ugyanolyan méretű, tévednétek. Ez a négy mentőcsónak, legalábbis az első kettő, egy picivel nagyobb, mint a hátsó kettő mentőcsónak, de hogyha leteszem az ajándékkészlet mellé, akkor gyönyörűen láthatjátok, hogy mennyivel kisebb arányban épültek, hogy ez az ajándékkészlet már-már majdnem minifigura arányban van, hát ez a kettő messze nem. Úgyhogy itt is egy kis aránybéli összehasonlítást vehettek észre. Nyomtatott kis kabin ablakokat kapunk itt végig, és hogyha elérkezünk ide a hátsó része felé, van egy rész, amit szerencsére föl tudok emelni, és hogyha fölemelem ezt a részt, akkor ott észrevehetitek, hogy bizony ez egy gőzhajó is a vitorlái ellenére. Egy 300, majdnem 400 lóerős gőzgép volt ide beleépítve, és egyébként ezt ki is tudom venni, úgyhogy meg tudjátok nézni közelebbről ezt az építést is, szerintem ez kifejezetten jól sikerült, de sajnos a Lego nem úgy oldotta meg ezt a készletet, mint a Titanicot. Emlékezzetek vissza, ott a szekciókat így gyakorlatilag szét lehetett venni. Tehát így meg tudjuk nézni a keresztmetszetét a hajónak. Ebben az esetben sajnos ezt a hajót nem tudjuk egyáltalán szétvenni, hogyha egyszer összeépítettétek, akkor onnantól kezdve nem tudjátok szétszedni, már csak a vitorlák miatt se, hiszen össze van itt kötve a tetejénél minden, meg amúgy is a hajótest is össze van Lego alkatrészekkel illesztve, úgyhogy nem fog könnyen szétjönni. Igazából, hogyha bele akarnátok nézni a belsőbe, akkor se látnátok sok mindent, hiszen a hajónak a testrésze teljesen üreges, oda Lego alkatrészeket nem kellett beépítenem. Na most a másik dolog, amit ide elrejtettek, az az árbolc kötelekhez köthető. Értetek? Köthető. Szóval azok a kötelek hozzá vannak rögzítve ehhez a kis, hát pörgentyű alkatrészhez, ehhez a kis orsó alkatrészhez, és ellentétben az összes hajó, vagy daru, vagy akármilyen készlettel, amiben madzagot kell alkalmazni, semmit nem kell elvágni, semmit nem kell megcsomózni, utálom azokat mindig csomózgatni, nem tudok egy értelmes csomót kötni rá, ide csak simán feltekerjük a fölösleges kötelet, meg tudjuk feszíteni kellőképpen az egész kötélzetet, és ezáltal normálisan fognak állni a vitorlák, és még a tetejére vagdosni sem kell. De van egy másik rész is, amit föl tudok emelni, hiszen egy pici kabi részt is kialakítottak, ami messze nem az összes, hiszen az eredeti hajón majdnem 30-an voltak. Itt kettő darab, hát ember tudna megszállni. Az egyik oldalon a kapitánynak a kabinját láthatjátok, a másik oldalon pedig a tudósunknak a kabinját láthatjátok, ahova egy egyedi készítésű Antarktis térképet is kellett raknom, és hát végül elérkezek a hajó hátsó részéhez, ahol ott van a kormány, a hajó kormány.
ami egyébként a legkisebb kis váltóval van felszerelve, tehát ez a hajókormány bele van szerelve a hajólapátban. Tehát, hogyha forgatom a hajó kereket, akkor bizony a hajó lapát is mozogni fog, és hogyha már ott vagyunk a hajólapátnál, vegyétek észre, hogy ott van az aranyszínű propeller is, ami hát az eredeti hajóban abszolút nem aranyszínű volt, hanem fekete változat, de ez így sokkal jobban kitűnik a fekete hajótestből. A Lego arra gondolt, hogy ez így sokkal fancyben néz ki, és szerintem is ez egy sokkal jobb választás, mint hogyha simán feketére hagyták volna. És hát a végére a korona, a kis cseresznye a tortánk tetejére, az Endurance felirat, ami természetesen itt is nyomtatással érkezik. Imádom. Egyszerűen imádom ezt a hajót. Összegezzünk tehát, srácok. Ez egy nagyon komoly kiállítási darab, gyakorlatilag játékfunkciók nincsenek is benne, ha csak nem azt az egyet számítjuk, ami ott a végén van, tudjuk mozgatni a lapátot, de mivel feláldozták a játékfunkciókat a kiállíthatóság oltárán, ezáltal megalkották a legrészletesebb és legjobban kinéző vitorláshajót, amit valaha kiadott a cég. Nézzétek meg, a tőke súlyát megépítették, nézzétek meg a hajótestet, nézzétek meg a belső szerkezetét, nézzétek meg ezeket a vitorlákat. Nem csak a Legóhoz értők, de szerintem még a Legóhoz értők is első ránézésre, hát így azt hiszik, hogy ez egy modellhajó, nem is egy Legó készletről van szó, úgyhogy ennyire jól sikerült ez a hajó, és a 36 forintos alkatrész árával nem is minősül annyira rossz választásnak, pláne hogyha találtok valahol akciózva ilyen készletet, akkor meg aztán tényleg kifejezetten jó vétel lehet ez a hajó, úgyhogy ha szeretitek a hajókat, akkor ne legyen kétségetek, ez egy remek kiállítási darab lesz. Nos, srácok, hát ennyi lett volna az Endurance hajó bemutatója. Mindenféleképpen mondjátok el a komment szekcióba, hogy nektek hogyan is tetszik ez a hajó, tervezitek-e beszerezni esetleg, nem tetszik benne valami, kíváncsi vagyok a véleményetekre, irány a komment szekció. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkot a videóról ne felejtsétek, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a teendő, én pedig még egyszer szeretném megköszönni a Legónak, hogy elküldték ezt a készletet, mi pedig találkozunk a következő adásban. Addig is boldog építést mindenkinek, szevasztok!